Egy jó mintázati mélységű nyári gumival sem szerencsés a telet megkockáztatni, mert egyszerűen sem a gumikeveréket, sem a mintázatot nem térre tervezték. A nyári a hidegben megkeményedik, így jobban csúszik, még a száraz úton is, akár csak nyáron a már öreg, sok éves megkeményedett gumi. Ráadásul a nyáriak mintázata már kis hótól és latyaktól is eltömődik, a sima felület pedig csúszik, a kerék kipörög, elveszti a tapadást és kész a baj. A dolog fordítva is igaz, a téli gumi melegben 7 Celsius fokot tudatosítanak cserehatárként, nyúlossá válik, kanyarban sodródik, megnő a fékútja és kopik eszement módra. Sokat autózva egy idény alatt nyáron elkoptatható egy téli gumigarnitúra. A gumikeverék éppen a télen előnyös szilikatartalom miatt szenvedi meg a meleg évszakot. Az utóbbi években komoly pénzt fektettek a gyártók a 4 évszakosok fejlesztésébe. Alapvető, hogy ebből a fajtából nem szabad másodosztályút vásárolni, azaz a neves gyártókét kell választani. Egyszerűen előrébb járnak technológiában, mintázat, gumikeverék, abroncs felépítés szempontjából. Igaz, ezzel a remélt ár előny is elolvad, mert egy minőségi 4 évszakos ára általában magasabb ugyanazon márkától, az átlagos téli vagy nyári gumiénál. A szakember szerint nem mindegy az autó sem, amelyre szánjuk őket. Nagy teljesítményű, közepesnél nagyobb kategóriájú és hátsó kerékhajtású autók tulajdonosainak az évszakos garnitúrákat javasolja. Ez is a teljesítmény és a nagy méret használatának az ára. Egy átlagos vagy kis teljesítményű kocsigra az alsó és az alsó közép kategória. Elgondolkoztató lehetőség a 4 évszakos gumi. Nagyon fontos a szakember szerint, hogy aki a 4 évszakos mellett dönt, az ne válasszon a gyári méretnél szélesebbet, mint ahogy téli gumiból is a lehető legkeskenyebbet, a típusajánlásban szereplő méretből érdemes választani.